Ungár Péter képviselő úrnak, az LMP képviselőcsoportja vezérszónokának. Köszönöm a szót. Én azzal a kérdéssel kezdeném, hogy hol van ennek a törvénynek a politikai megrendelője, hol van Hende Csaba? Hol van az az ember, aki úgy látszik, hogy vagy egy törvényen keresztül, vagy pedig mondjuk a Magyar Demokrata Fórum esetében árulással tud politikai pozíciót szerezni? Az a helyzet, hogy önök többször emlegette ezt a frakcióvezető úr, meg Kósa képviselő úr is, hogy valami időközi választásra számítanak. Elképzelhető, hogy ez azért van, mert majd Hende Csaba indul Szombathelyen polgármester jelöltként, és akkor lenne ugye időközi. Ez sajnos, de az időközin, ami az országgyűlésén ott van, ott tehát a lényeg, hogy a polgármester választás után nem fog tudni időköziben indulni senki, mert a polgármester választás minden valószínűség szerint remélhetőleg önök el fogják veszteni, tehát nem lesz ilyenre lehetőség. Az a helyzet, hogy... Igen. Szóval az a helyzet, hogy önök úgy tesznek, minthogyha valamilyen hatalmas jog hiátust, ami szörnyű dolgokat okozott Magyarországnak, akarnak kiküszöbölni. 4 hétig állt Cseglédi Csabával szembe az eljárás emiatt, az egész hócsűrő miatt, úgyhogy már 4 évig folyt előtte. 4 hét, 4 év. Nem gondolom, hogy a magyar jogszolgáltatás, ami amúgy önök alatt is híresen gyors lett, és tényleg évek alatt bármilyen ítélet megszülethetett, az pont ez a 4 hét az, ami olyan rettenetes módon hátráltatta abba, hogy végeredménye jusson. Az a helyzet, hogy önök ezt az embert nagyon nem szeretik, és ezért hoztak egy törvényt. Ez egy személyre alkotott törvény, onnan lehet tudni, hogy Kósa képviselő úr az expozéjában egy 74 milliárdszor kimondta Cseglédi Csaba nevét. Ha arról szólt volna ez a törvény, hogy a mentelmi jog rendszerén változtassunk, mert ez nem jó, vagy az nem jó, akkor nem kellett volna egy korábbi önkormányzati képviselőnek a nevét kimondaniuk 74-szer. Ez egy személyre szabott törvény, ami azért van, mert önöket valaki zavarja politikailag, és ne mondják azt, hogy nem egy meglepő dolog, hogy tegnap lett ez az ember képviselőjelölt az egyik szombathelyi körzetbe újra, és ma meg arról kell beszélnünk, hogy hogy lehet miatta egy törvényt módosítani. Tehát azért ezt tegyük hozzá. Ráadásul ennek értelemszerűen, hogy ez az önkormányzati választások előtt van, van valami, hogy mondjam, jelentősége, hiszen most az önkormányzati választások jönnek. Én értem, amit államtitkár úr majd itt akar mondani, de ha önök a mentelmi jogrendszerét így rendszer szinten holisztikusan át akarnák alakítani, mert a több, nálam sokkal több éve itt ülő képviselőtársainál annyi tapasztalat gyűlt fel, hogy most van itt, hogy ezt el akarják mondani, miért most van itt erre az idő? Miért az önkormányzati választásokkor? Miért a szombathelyi összefogás bejelentésének a másnapján? Azért, mert ez Hende Csaba politikai megrendelésére történik, azért, mert Cseglédi Csaba több embert buktatott meg a szombathelyi városházába, alpolgármestereket, stb. Szóval az a helyzet, hogy ez a törvényjavaslat, ez személyre szabott, ez arról szól, hogy hogy tudnak egy intézményrendszert úgy korlátozni, hogy utána bárkivel szembe kényszerítve vagy bírósági eljárás után meg lehessen tagadni azt, hogy elinduljon mondjuk egy választáson. Ezért nem egy jó törvényjavaslat, és ráadásul ez egy olyan törvényjavaslat, ami az önök gyengeségéből és az önök félelméből jön. Az a helyzet, hogy nem lehet sehol Magyarországon azt megcsinálni, hogy van egy-két ember, vannak itt az ülésteremben páran, akik a választókerületekben ezt szeretik, hogy van egy-két ember, ki is mondja páran, hogy ebben a városban vagy ebben a választókörzetben nem lehet, hogy semmi úgy történjen, hogy ő ne tudjon róla. Ezek független magyar emberek által lakott városok, élő magyar emberek által lakott települések, és nem az önök hűbérbirtokai, ahol, hogyha valaki nem tetszik, hogy mit mond, vagy valaki nem tetszik, hogy mit csinál, akkor utána törvénymódosítanak, vagy utána kirúgják a feleségét, mint óvodapedagógus. Ez nem fog itt tovább működni. Előbb-utóbb, azt hiszem a víz az úr a ideillő művészeti utalás, de előbb-utóbb ennek vége lesz. És én arra kérném önöket, hogy ugye, ezt azt hiszem, hogy a miniszterelnök úr szokta ezt így mondani, hogy amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten, azt hiszem, hogy ez meg a szólásmondás. Tehát ha önök személyre szabottan kezdenek el jogot módosítani, ha önök emberekre szabottan kezdenek el törvényeket módosítani, akkor mi lesz, amikor ellenzékbe kerülnek? Akkor mi fog történni?
akkor marad minden, ez az egész rendszer ugyanúgy, minden rendben lesz? Az a helyzet, hogy én szerintem, ha önöknek van egy politikai problémájuk ezzel az emberrel, előfordult már ilyen a magyar politika történetben, erre van a választás, ott biztos fog indulni a Derkovicson egy fideszes jelölt, akkor ő vele ugye meg kell, hogy mérkőzzön, és akik a választók bizalommal szolgálnak, vagy ruháznak fel, annak kell a választókat szolgálni. Ez ilyen egyszerű. Nem kell erről törvényt hozni, nem kell 79-szer elmondani ennek az embernek a nevét, nem kell semmit. Nézzük meg, ki nyeri meg azt a konkrét körzetet, azt fogja eldönteni azt, hogy kinek van legitimitása Szombathelyen, és nem az, hogy önök itt milyen törvényeket hoznak, nem tudom hányan. Köszönöm.